Egészségügyel folytatjuk. Tegnap az ápolók napján nagyon szomorú adatok láttak napvilágot. Például, hogy a 10 éve végzett szakdolgozók 2/3 már elhagyta az egészségügyi pályát. A tavaly végzettek csaknem 60%-a azonnal pálya elhagyó lesz, vagyis el sem kezdi a munkát az egészségügyben. Ők azt mondják, hogy az országos ápolóhiány ellenére az Orbán kormány továbbra sem hajlandó érdemben emelni a szakemberek fizetését. Az EMMI viszont azt mondja, hogy az átfogó béremelés az létezik és van, 2022-ig 72%-kal növekszik a bérük. Itt lesz hamarosan Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke, megbeszéljük majd ezt vele. Előtte nézzünk meg pár adatot. Középfokú végzettségűek az egészségügyben, 2019-es adatok, a forrás az Állami Egészségügyi Ellátóközpont. Ugye láthatjuk az első ápolóasszisztens és további szakdolgozó, az első oszlopban az optimális működéshez szükséges létszám. Nézzük az ápolókét, 37.048, a betöltött álláshelyek száma 31.020, tehát 84%-os az arány, és az üres álláshelyek száma 3.645. Itt látjuk egyébként az optimális működéshez szükséges létszámot, tehát a végén jól kijön, hogy mennyi hiányzik. Nézzük a második táblát, ez a béremelésről szól, az ápolók béremelése. Ugye volt egy béremelés 2012-13-ban, átlagosan 27%, 2016-ban 26%, 17-ben 12%, 18-ban 8%, és 19-ben 8%. Most pedig jövök Balogh Zoltánhoz, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozókamara elnökéhez. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye mondtam pár adatot, ezek az Egészségügyi Ellátóközpont adatai voltak. Én olvastam önnel egy interjút, teljesen más számokat mondott, nem ezt a pár ezret, hanem hogy 24-25 ezer ápoló hiányzik az ellátásból, azért ez nagyságrendekkel több. Hogy lehetnek ennyire eltérőek ezek a számok? Az adatsor, amit itt főigazgatóhelyettes asszony egy néhány nappal ezelőtti konferencián tartott előadásából merítettek, ez egy országos intézményeket megkérdezett felmérésnek az adatsora, illetve az AEK egyéb adatsoraiból tevődik össze, tehát azt lehet mondani, hogy nem egy országos teljes képet mutat az ágazat helyzetéről, hiszen szakdolgozó mintegy 107 ezer van az ő nyilvántartásukban, a kamarai nyilvántartásunk szerint is ennél egy picivel még több is van. Az ápolói létszám is összességében olyan 54-55 ezer fő kollégát tesz ki, akik ma... Miért nem annyi? Azért, mert ebben a felmérésben 311 néhány intézményt kérdeztek meg, és ebből 271 néhány intézmény válasza érkezett vissza. Tehát egész egyszerűen kimaradt egy csomó intézmény ebből? Igen, illetve az intézmény szó alatt is azt kell érteni, hogy ugye van 101 néhány állami egészségellátási központhoz tartozó kórház, fekvőbeteg és járóbeteg intézmény, vannak országos és egyetemi intézmények, illetve szerintem még van nagyon sok más szolgáltató, akit megkérdeztek ebben a felmérésben. Nem látom részleteiben ezt a felmérésnek az ilyenfajta feldolgozását, de biztos, hogy ebben vannak kisebb intézmények, szolgáltatók is. Tehát igazán torzíthatnak az adatok. Egy biztos, hogy hiány van. Ez a hiány országos, mert ebben a felmérésben is azt mondta a főigazgatóhelyettes asszony, hogy mindegyik megyében hiány van. A mi felmérésünk, ami tavaly készült, szintén ezt hozta ki. Kikből van a legnagyobb? Ápolókból, szakdolgozók, azon táborából, akik a gyógyító fekvőbeteg ellátásban, a közvetlen beteg ellátásban, azaz folyamatos munkarendben vesznek részt. Hogy számolnak, hány éven belül, vagy hány év múlva lesz nagyon nagy a baj? Azért kérdezem, mert olyan felmérés is létezik, hogy a 80-as években végzettek több mint fele még aktív. Ugye ők az aktívak, a fiatalok meg a pára elhagyók, ahogy én lefordítottam az adatokat, tehát az idősebb korosztály, akik viszont nem sokára el fognak menni nyugdíjba. Igen, tehát ez a demográfiai helyzet, ez az egészségügyben is benne van. Az adatok itt is egy kicsit csalnak, mert hogyha egy kicsit, én is tegnap este, amikor készültem a mai megbeszélésünkre, megnéztem ezeket az adatokat. Én azt látom, hogy még a 80-as években nagyon tiszta szerkezete volt a szakképzésnek, kevés helyen képeztek kollégákat. A mai világban nagyon sok helyen képeznek, és nagyon különböző képzettséget adó programok keretében kollégákat. Ezeknek a szakdolgozóknak, amit itt tetszett is említeni, hogy 7000 alahány száz szakdolgozó végzett abban az időszakban, vagy évente ennyi végez,
ezek nem csak ápolók, nem csak asszisztensek, hanem nagyon sok egyéb képzésben résztvevő kollégákat is jelentenek, akik egyéb sincsem a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően választották ezt a szakképzést, és ez is egy oka. A kamaránk azt mondja, hogy ágazati szinten kellene azokra a stratégiai helyekre, az ápolóra, különböző szakápolókra, asszisztensekre, védőnőkre, mentőtisztekre, szülésznőkre fókuszálni, ezek premizáltak legyenek ezek a képzések, legyenek országosan meghatározva. Mivel lehetne fókuszálni? A képzés az úgy tűnik, hogy azért kevés lesz, mert van képzés, de hát hogyha tavaly 60%-uk el sem kezdi, tehát akkor hiába végzi el azt a képzést, hova megy? Külföldre megy, vagy más munkát végez itthon? Külföldre is megy, de a legnagyobb hiány, a legnagyobb probléma az, hogy el sem helyezkedik, tehát a felvevő piac olyan képzésekből jönnek ki szakdolgozók, ami nem a felvevő piacnak az érdeke. Tehát nálunk egyszerre van jelen az ápoló és a szakdolgozó hiány, és a szakdolgozói túlképzés is. Vannak olyan területek, amelyre nem kellene állami pénzeket adni, olyan képzéseket nem kellene preferálni, hanem azokra kellene költeni. Ösztöndíjrendszerek fokozottak, a pályaelhelyezkedés támogatása, a pályán tartással, amivel ezt meg lehet tenni. Bocsánat, hogy az ösztöndíjrendszereket mondja a kormány, mindig azt mondja, hogy ők ezeket csinálják, sőt, hogy a béremelés is van. Mivel lennének elégedettek? Azt mondja, Rétvári Bence ugye 2020-ig azt mondja, hogy 72%. Egészen konkrét példát is mond, OK és végzettségű ápoló 2010-ben 172.000 forintot keresett átlagban, júliustól, ugye tavaly júliustól 361.000 forint, és még felsorolt egy párat. Mekkora béremelés kellene ahhoz, a külföldi bérekkel iszonyatosan nehéz versenyezni. Igen. Elindult egy folyamat, én igazán 2016 júliusától számítom ezt a bérfelzárkóztatást, mert akkor vált jelentősebbé az emelkedésnek a mértéke. Ahogy előbb is nem tetszett említeni, 2016-ban egy átlagos 26,5%-os emelés következett be, és ebben az évben meg egy 14%-os már 2020. január 1-től, novemberben lesz még egy 20%-os, és 22-ben zárul ez a 7 lépcsős folyamat, és ennek lesz az eredmény egyébként ez a 72%-os emelés 2019-hez képest. Egy bizonyos, hogy nekünk uniós átlaghoz legalább a 70-75%-át el kell érni. Az ugye, mi? Ez ilyen 1300-1400 euró. Ahhoz, hogy a magyar munkavállaló Győr-Moson, Sopron megyéből, vagy az ország legkülönbözőbb részéről ne Ausztriába, vagy Németországba találja meg a boldogulását. Tehát az alapilletmények besorolásában elvileg 1100-1200-1300 körül leszünk 2022. januárjában. De más ágazatokkal, hazai ágazatokkal kell versenyeznünk, hiszen a szolgáltatóipar nagyon sok jól képzett, egyébként az egészségügyi ellátásban az emberi kapcsolatokra építő szakképzésítés szerzett, és őket nagyon szívesen alkalmazzák máskor. És elszikázzák ezt a... Annyit mondja, még nagyon kevés időnk van, hogy hol van ennek a vége. Korozs Lajos, a Népjóléti Bizottság elnöke egy közleményben tegnap azt mondta, hogy az ápoló hiány az egészségügyi ellátás összeomlásához fog vezetni. Politikus, és nyilván ezt mondja ellenzéki politikusként, ha ekkora a baj, mit gondol, lesz-e összeomlás? Van, aki szerint már van. Hát folyamatosan krízisben vagyunk, ezt aki a magyar egészségügybe megy, különösen fővárosban vagy nagyobb városokban látja. Egy biztos, hogyha az ágazatot át akarják alakítani, az egészségügyi rendszert ápolóra, nagyszámú ápoló és szakdolgozói létszámra szükség van. Ápolók, szakdolgozók nélkül nem lehet, ő nélkülük sem lehet működtetni az egészségügyet. Az a rendszer nem fog összeomlani azért, mert hogy én is, magam is másfél évtizede mondom ezt az összeomlás szélére haladást, mert mindig vannak olyan akciók, amivel lehet ezt a rendszert fenntartani. Egy biztos, hogy ha bármi nemű átalakítás van az alapellátásban járó vagy a fekvőbetegellátásban, ott szakdolgozókra szükség van, mert még nincs olyan informatikai, olyan elektronikai, olyan segédeszköz park a rendszerünkben, hogy lehetne helyettesíteni az ápolókat. Vannak erre már Európában is, egyéb fejlett országokban példák, hogy bizonyos szakmai műveleteket át lehet gépeknek adni, vagy segítő berendezések kevesebb munkavállalót igényelnek, de jelenleg még nem tartunk itt. Biztos, hogy nem. Hát köszönöm szépen, hogy itt volt.